Idén 30 gyermek részvételével rendezték meg a Városi Ifjúsági Fúvóstábort. A Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben augusztus 21-e és 24-e között. Második alkalommal került megrendezésre a Salgó Tarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe fúvószenekari táborunk. És hát a cél az azért volt, hogy a gyerekeknek a fúvószenekari repertoárját bővítsük, kibővítsük, új műveket tanuljunk meg, illetve hát a nyár melegébe valami kis enyhe, hűsítő muzsikával készüljünk a új tanévre a kedves szülőknek, kedves közönségünknek. 30 fős a zenekarnak a mostani létszáma, így a zenekari táborba, és hát a zeneiskola növendékei jöttek el, illetve azok a ifjú zenebarátok, akik fiatalként nagyon szeretnek fúvószenekari muzsikával foglalkozni. A zenekarnak a korosztálya 10 és 21 év között van. A legfiatalabb, ő most került be épp a zenekarba, egy tenor kürtös kisfiú, és hát nagyon nagy élmény számára. Hát nekem nagyon tetszett, minden jó volt, zenéltünk sokat, volt pingpongasztal, pingpongoztunk is, játszottunk sokat, étteremben is voltunk. Hát nekem így nagyon tetszett. Attila első alkalommal vett részt a táborban, mint tenor kürtös. A hangszerválasztásnál több szempontot is figyelembe vett. Egyrészt a tanárom miatt, mert nagyon jó, Krisztián bácsi, másrészt meg megtetszett nekem nagyon ez a hangszer, ahogy kipróbáltam, hogy hogy kell kezelni. Anna már másodjára látogatott el az egyhetes táborba. A hangszer választása igazán különleges, hiszen a dobolás áll a legközelebb a szívéhez. 4 éve játszok dobon, és tetszik, mert szeretek zenekarban játszani, bár tudom, hogy ritka a női dobos. A fiatalok egészhetes gyakorlása nem csak a repertoár bővítése miatt történt. A zenekar többek között egy önálló koncerttel zárja a tábort. Tábor végén Somoson a falunapon fognak föllépni a zenekar egy kis hangversenye, ez lesz a tábor zárása. Viszont hát, hogy a tábor zárása máshogy nem is történhetne, mint tábortűzze, tehát a mai este folyamán tábortűzet is fognak a gyerekek egy kicsit körülülni, egy kicsit a hét folyamán eltöltek körül beszélgetni, kacarászni, nevetgélni, pingpongozni, tehát egy ilyen önfeled délutáni estébe nyúló kis játékprogramot is szervezek nekik.